Köszöntöm a 60 televízió nézőit, önök a kommentársoron következő adását látják, melyben egy visszaemlékezés beszélgetést fognak hallani, mégpedig arról, ami itt 60-ban történt. Egészen konkrétan 60-iakat is hurcoltak el, és a ferences szerzeteseket is. Erre emlékeznek minden évben 60-ban, június 19 és június végek között az új 60-i Szent István római katolikus templomban, ahol a ferencesek egykor szolgálták a híveket. Köszöntöm ezúton a stúdióban Kis Miklós urat, a Leski Szövetség elnökét. Jó estét kívánok, Miklós! Köszönöm szépen! Elnök úr, ön átélte ezeket az eseményeket, majd erre is sort kerítünk, de beszéljünk akkor erről a Recski Szövetségről. Miért ez a neve, mikor jött létre, milyen célral alakult meg? A Recski Szövetség 1989-ben jött létre. Sztárai úr alapította, aki az Egyesült Államokban élt. Sajnos ma már nincs élő tagja a szövetségnek, mivel ők a 90 és a 100 évet megérték. A lényeg, hogy 1300 fő volt a recski táborba, akik mindenféle területről érkeztek, tehát a gróf, a bárótól, a fizikai dolgozóik, tehát a vasutasokig mindenki volt ott. A tábor létszámán fölül, tehát ott bizonyos mozgás volt, tehát ennél többen voltak ott. És ennek a tábornak az alapkoncepciója az volt, hogy ez egy megsemmisítő tábor. Tehát apámnak is azt mondták, mikor csomagolta a ruhákat össze, hogy ne vacakoljon vele, mert vele sem kell elszámolni. Na most hát ez a tábor ugye nyilvánvaló, hogy 50 és 53 között működött, és hogy megszűnt, az annak köszönhető, hogy egy Nagy Imre és az ő amnesztiája tette lehetővé, hogy szabadultak. Mivel apáink a testsúlyuk közelfelét elvesztették, ha ez nem történik meg, akkor élve szinte alig kerültek volna haza. Na most nyilván, hogy ez a szövetség ennek a emlékének az ápolására jött létre, mert ezek a dolgok az egész életüket végkísérték, tönkretették az egészségüket, életpályájukat, tehát erre igenis emlékeznünk kell. Elnök úr, 5 éves volt, ha jól emlékszem, amikor elbeszélgettünk. 5 éves volt akkor, amikor ön ezt a borzalmat átélte. Lapozunk vissza egy picikét erre az időre? Mesél róla, hogy milyen volt ezt személyesen átélni, és mit lehet tudni erről, mert hogy itt minden évben megemlékeznek, és a Pelbártot és a Krisztán Rafaelt említik, mint ferences szerzeteseket itt a templomban, de azt, hogy mennyi 60-it és mennyi családot is érintett ez, erről kevésbé tudunk. Erről mit lehet bővebben tudni? Az a probléma, amikor erről beszélnek, hogy zavarba ejt bennünket, fiatalokat, mikor azt mondják rólunk, hogy hős, mert 5 évesen nem hős az ember. Voltak hősök, mert Krisztán Rafael úr, a rendházfőnök, felállt és azt mondta a gyülekeze, adta a népnek, hogy menjenek haza, mert rajtuk nem tudnak segíteni. Tehát ő hős volt. Hős volt a gyárigazgató, mert oda ment Péter Gáborhoz, és azt mondta neki, hogy ha tőle egy embert is elvisznek, akkor nem felel a kampányért, és nem vittek el tőle. Tehát azért érdekes ez az egész, mert az a közösség, a vasút, ahol marakodtak, onnan került ki az internáltaknak a létszáma. Az ottani pártitkár a tüntetés előtt már elkészítette azt a bizonyos B-listát, a nem kívánatos személyek listáját, azaz előre tudta, hogy kik fognak tüntetni. Na most ebbe ugye az a szomorú, ebbe a dologba, ugye, hogy ennek az embernek segítői is voltak, mert ő nem igazán ismerte a 60-iakat. A másik dolog azért a lista volt a döntő, az alapján kerültek ugye a táborba az emberek, de azért ettől eltérő is volt, mert nyilván, hogy a nyugdíjas az nem tartozott már a vasút hatáskörébe, de hát volt olyan, hogy az autó fölpakolta a családot, és a nagymama, nagypapa ott maradt. Hát ha a lakás nem lett volna üres, akkor nyilván, hogy a következő nap a rendőrkapitány nem tudott volna beköltözni. Ezért az a család az idősekkel együtt, velünk együtt jött a borzas tanyára.
De volt olyan eset is, amikor a vasutas a szolgálatból hazajött, nem tudott bemenni a lakásba. S tekintettel arra, hogy a szomszédok mondták, hogy a feleség és a gyerekek a katolikus körben vannak, tehát a tüntetőknél begyűjtötték, odament, hogy azt, hogy add ide a kulcsot. Hát nem a kulcsot kapta meg, hanem 3 évig recskem volt ő is. Tehát azért mondom, ezek nagyon prózai dolgok, hogy hogyan történt ez az internálás. Mindenesetre, amikor hozzánk ugye bejött ugye a 4 ávós gyerek, meg annak ugye a főnöke, ez itt az őrmester, új 60-ban, Vasút utca, így van. És nyilvánvaló, ők a puskatussal csöngettek, az egész utcában remegett ugye a függöny, mindenki átbenézett, kinézett, nem mert kijönni. Nagybátyám még szembe laktak, átjött és megkérdezte, ugye ő katona volt akkor, nem merték neki mondani, hogy ne menjen oda, hogy miért. Mert kérdezték, hogy ki ez, hát a bátyámnak a családja. Mondták nagyon tisztességesen, hogy amit fölpakolnak, az az övéké. Tehát nagyon gyorsan abban az 1 órában, amit tudnak. És akkor azt válaszolta ez az őrmester a nagybátyámnak, a katolikus reakció elemeitől meg kell tisztítani 60-t. Tehát el lehet képzelni, hogy én 5 évesen ebből mennyit értettem. De semmit. Tehát gyakorlatilag ez az internálás, ez, hogy történt, utólag érti meg az ember, mert ugye az a bizonyos amnestia normális esetben az úgy zajlik, hogy kinyílnak a kapuk és megy mindenki haza. Igen ám, de itt voltak erős emberek a Nagy Imrével szemben, akik elintézték, azt mondták, hogy ez a nagy csőcselék egyszerre nem mehet az országra, ezért csoportosan kell őket hazaengedni. Hát ez így történt. Csoportosan. A hazaengedés. Hova? Amikor a lakásainkban azok laktak, akik az internálásukat intézték. Ezek komolyan elhitték azt, amit ugye Rákosi elvtárs elképzelt, hogy mi véglegesen a Hortobágyon maradunk, ott is elmondták, hogy velünk fogják a földet megzsírozni. És nyilván, hogy az ő óhajait, a rist, a gumipitypangot, a gyapotot óhajtotta volna ő termeltetni. Az állami gazdaság, akik fogadtak bennünket, azok is nagyon meg voltak lepve, mert ők munkaerőre számítottak, és nem arra, hogy a csecsemőtől az agastyánig jelenik meg mindenki ott. Ennek a folyamánya ugye, hogy bizony férőhely hiány volt. Ugye kialmozt, kitrágyázták ugye az istálókat, ez lehetett juhodály vagy marha istáló, bealmozták, és ott kiszögelték, hogy gyereknek 40 centi a hely, felnőttnek 70 centi. És természetesen akkor nem voltak sztárügyvédek, akik pörölték volna az államot, hogy a ablak kicsi a juhodájon, vagy hogy éppen a szalma, mint derékai, az kemény. Ugye, tehát nyilvánvaló, hogy ezek a körülmények ott akkor kemények voltak, mert hogyha bárki ezt kifogásolta volna, külső, az holnap köztünk lett volna. Ugyanúgy internált. Tehát az a világ, az olyan világ volt. És tulajdonképpen az amnestiának az a további problémája, hogy hazajöttünk, maradt a nagyománk nyári konyhája, mert nem volt hova menni, hát laktak a lakásukba. A köztünk élő délvidékiek, baranyaiak, jó néhányan még a falujukba sem mehettek vissza. Na most, amikor ugye hazaértünk, a következő probléma, hogy egy amnestia után hogy lehet az, hogy az apánknak marad a rendőri felügyelet, hogy a munkahelyekről kirúg, tehát a vasúthoz nem vették vissza. Alantas munkahelyek, utcasöprés, konzervgyár, tüzes csillének a forgatása, erőmű. De ez nem csak az édesapám, a többi internált is így volt, nem mehettek vissza a munkahelyre. Akik nálam idősebbek, és nekik már esedékes volt a továbbtanulás, azok nem mehettek tovább tanulni. Tehát ezek hátrányos megkülönböztetés, most élt az amnestia, vagy nem élt az amnestia. A következő, hogy tulajdonképpen 67-ben behívták apáinkat, tehát ezt a 34 vasutast, és tulajdonképpen a családtagok az 64 fő, tehát összesen 98 fő ment 60-ból, ugye a férfiak recskre, de ez a recski út is úgy kezdődött, hogy Andrássy út 60, ahol megpróbálták rábeszélni őket, hogy ők imperialista kémek,
Utána Kistarcsára mentek, ahol még nem volt fizikai munka, és utána Recsk. Az sem egyszerű, mert ugye a kültörés 1000 kalória napi ennivaló mellett, ami egy jobb reggelinek felel meg. No szóval, ha az amnestiát folytatom, ugye, hogy tulajdonképpen egy második amnestia következett, ami úgy csendben zajlott, hogy egy Borgos Gyula nevű rendőr alezredes behívatta a szüleinket, ugye a apáinkat, és egy papírt kaptunk, kezdődött sor, hogy mivel ítélet nélkül voltunk fogva, nem érhet hátrány. Entől fogva lehetett visszamenni apáinknak a vasúthoz, ettől fogva tudtunk mi a fiatalabbak tovább tanulni. Csak úgy mondom, hogy ilyenek történtek. Leleket azt azért megnyomorították elég rendesen, az és megbélyegezték. Ezt nem volt egyszerű feldolgozni mindennek ellenére. Az egészséget tönkretették, tehát azt lehet mondani, hogy szinte valamennyi ember maradandó egészségkárosodást szenvedett. Tehát ha azt mondom el, hogy édesapám 17 évig volt Parkinson kóros. Tehát most azért mondom, amikor ilyen kárpótlási dolgokról beszélnek, hogy van-e az olyan, amivel ezt meg lehet fizetni. Tehát az ember életet például nem lehetnek fizetni. De azt is el tudom mondani, tehát a táborban ugye a politikai tiszta vágott nyakú ugye elmondta, amikor a kis Dani bácsinak a kéz leégetése, gúzsbökötésről beszélt, hogy de ők gondoskodtak arról, hogy az elzsibbadt ember visszanyerje a vérellátását, és akkor kérdezték tőle ugye a filmbe, hogy mit csináltak. Hát bukfenceztették ezt a rabot. Igen ám, de az édesapám kopasz ember volt, és neki a zúzott kövön kellett bukfencezni. A kő össze-vissza vágta a fejét, elfertőződött, Orbáncot kapott, duplájára megdagadt, a sorstársak nézték, hogy mikor, hogy éle még, és az utolsó pillanatban kaptak penicillint, ami megmentette. De ez mondjuk az édesapám. Ha én beszéltem, tehát én 90 óta tagja vagyok a szervezetnek, és 94 óta vezetem a 60-it, mert sajnos Nagy Antal úr, aki a 60-it alapította, meghalt akkor. A dolog a lényege, hogy majdnem minden embernél ilyen maradandó károsodás van. Ez a Parkinson-kór szinte a recskék egyharmadát nyomorította. És a gyerekek ott mit csináltak? Mert a hogy gyerekek ugye 5 éves volt, arra emlékszik, hogy hány négyzetméteren feküdt. Mi létsz... Hát egy nap. Mit csináltak ott a gyerekek? Lődörgés, mert ugye a vizes árok volt, a német juhász, hogy ott nem lehetett kimenni, a zárt táborok voltak ezek, ugye. De akik ugye 10 évet betöltötték, azok már vízhordók voltak, libagondozók voltak, tehát annak már dolgozni kellett. De ez nem csak a szándékból adódott, hanem azért, mert papíron a anyáink ugye fizetést kaptak, ami akkor olyan 400 forint körül volt. Ugyanakkor viszont az ellátás, tehát egy felnőtt személy 6 forint volt, a gyereké 3. Most én a bátyámmal ott voltam, tehát ez 12 forint, szorozva 30-al, tehát 330 forint mindjárt szinte el is az ment. Egész. Tehát az ez egész. Szinte elment, azt már ne is mondjam, hogy abban az időben ugye a békekölcsönt is jegyezni kellett, még ott is. Csak úgy mondom. Hazaérkezés hogyan hát történt? Mi történt akkor, amikor ott közölték a társasággal, hogy részlegesen ugyan, de csapatostul el lehet hát ott hagyni a tábor? Azért a Sztalin halála és a Nagy Imre féle dolog, ugye, az nagy felszabadulást és változást hozott már az őröknek a viselkedésében is. Tehát az nyilvánvaló, hogy ez nagy változást hozott. De ugye a valóság az, hogy itthon ezt nem követte, ahogy mondtam, a sors. Tehát ha amellett, hogy az apáink visszamehetnek, ugye hát a rendszerváltáskor ugye 60-t Nagy Antal úr képviselte, és ő megírta a vasút vezetésének, hogy ezt a hatalmas kárt a családoknak ők okozták, legyenek szívesek anyagilag, erkölcsileg kárpótolni. Itt van a táskám, ugye a levél, amelyben ugye megválaszolják, hogy a szegénység miatt ők sem tudnak anyagilag segíteni, viszont apám poszthumusz viselheti az előmenetelét, a rangját. Röviden, az a 3 év élete végéig kimaradt az előléptetésből. Tehát ez azért mondom, mert nem csak az apám, ez mind a 34 vasutasra igaz. Most a táborról beszéltünk, hány fő volt ott? Körülbelül. Melyik?
A Recski tábor az 1300 fő volt általában, a Hortobágyi az olyan 5-600 fő volt, az is itt van a leírás, de gyakorlatilag ott 12 táborban több mint 10 000 fő volt a Hortobágyon, tehát ez a Hortobágy állami gazdaság különböző majorságaiban voltak elhelyezve ott az emberek. És mennyi év után mertek erről egyáltalán bármit nyilvánosságra hozni? Az apáinkat azzal bocsájtották el, hogy ha a következő 10 évben beszélnek erről, akkor visszakerülnek. Tehát ha nem is Recskre, csak éppen őrizetbe. Hányba jöttek onnan el? 53. szeptember. Tehát akkor 63-ig talán. Igen, ugye? Igen. Tehát ez egy kicsit benne van abba, hogy nem beszélnek róla. És utána mikor mertek róla beszélni? Mert most, mi most beszélünk itt 2020-ban erről. Hát sok mindent csak véletlenül tudtunk meg, hogy például apám álmában veri az ávós és jajgat és a többi, tehát olyant, amit nem mondott el, de valójában nem beszéltek róla. A másik, amiről azért fontos beszélni, hogy Rákosi ezt nem tudja elkövetni, ehhez nagyon sok ember kell. Uh-huh. És ugye polgármester úr szokta elmondani a templomban, hogy 1 millió embert megfizettek. Ez azt kell tudni, hogy ugye 2 millió egy néhány százezer család van Magyarországon, tehát az ország egyik fele megfigyelte a másik felét. Érthető? Tehát ezért nagyon nehéz rendet rakni, igazságot tenni, mert családon belül is lehet, hogy volt olyan, hogy a családon belül jelentette, vagy éppen az elválni szándékozó férj vagy feleség jelentette, tehát itt olyan dolgok lehetnek, amiről mi nem tudunk. Kik voltak a fő ellenség? Hát a fő ellenségről annyit, hogy mindenütt az volt, hogy ez fasiszta, meg imperialista kém, de tulajdonképpen arról szólt, hogy valakinek az érdeke. Tehát ha a házainkba beköltöztek, érthető? Akkor neki az az érdeke, ugye? A házainkat államosította. Az 52 évi 4-es törvény alapján államosította. 5 szobásnál nagyobbat lehetett volna. Itt ilyen ház nem volt. Tehát ők is komolyan vették azt, hogy mi véglegesen a Hortobágyon kötünk ki. És azért ültek a házainkból. Hát ugye 28-án júniusban a újhatvani templomban, ahogy az elején említettem, megemlékeztek erről az eseményről. Itt mi történik tulajdonképpen ezen a megemlékezésen, illetve mi történt, mert minden évben történik? A 89-es alakulása után 90-ben alakult a 60-i alapszervezet, és 90. június 19-én a rendház falán elhelyezésre került egy emléktábla a 98 polgári áldozat emlékére. 92-ben pedig a Lukács Pelbárt és a Krisztán Rafael úr, akik ugye mártír halált haltak, az emléktábla a kórus alatt számukra is elhelyezésre került. Na most ezeknek erre megemlékezésül minden évben június 19-27 között, ahogy esik ez egy vasárnap és egy nagymise, és ahol nagyon nagy segítséget kapunk minden esetben a polgármester úrtól, és különösen a plébános úrtól, mert nyilván, hogy ennek az eredménye, hogy ez egy méltó megemlékezés legyen, és most is ugyanígy reméljük elkövetni, és koszorúzni, tehát az emlékmise után. És Recskre is szoktak menni koszorúzni. Recsken szeptemberben szoktunk mindig koszorúzni. Most, hogy a koronavírus bezavart, nem tudjuk, hogy szervezzük, de eddig minden évben Recsken is volt egy nagy ünnepség. Miklós, nagyon szépen köszönöm önnek, hogy eljött, és hogy a 60-i alapszervezet nevében elmondta a gondolatait, és megosztotta a nézőkkel ennek a történetiségét. Kívánunk önnek nagyon jó egészséget. Én köszönöm a lehetőséget, hogy minél jobban megismerjék ezeket a nehéz éveket, és remélem, hogy mindenki egy kicsit jobban tudja, hogy a tényleg gondok voltak, nehézségek, és sajnos maradandóak.
Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket. Önök az elmúlt percekben Kis Miklósta Recski Szövetség elnökét hallhatták, azokról a történelmi időkről, amelyekről ma már bátran tudunk beszélni, és méltón tudunk megemlékezni. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!